Rob Persons, 60 perces apa. Egy óra, ami megváltoztatja gyermeke életét. Szombat esti mozi. Miután kivártuk sorunkat az esőben, két apró gyerekkel a karunkon, egy doboz medvecukrot és hozzávetőleg egy marmonkannányi kólát szorongatva léptünk be a mozi előcsarnokába. Kicsit elkéstünk, így sűrű bocsánatkérések között kellett a helyünkre botorkálnunk a felállni kényszerülő emberek között. Végül minden a helyére került. Kabátok, gyerekek, kóla, medvecukor. Végig szenvedtük a 10 perc reklámot, az öt perc előzetest, és végre elkezdődött a film. Igazi családi mozira számítottunk. A Hook című filmet adták. Korhatár megjelölés nem volt, félelmetes részektől tehát nem tartottunk. Nem sejtettük, mi vár ránk. Valószínűleg nem én voltam az egyetlen apa, akit már az első jelenetek után kivert a veríték, és hevesebben dobogott a szívem, mint amikor 12 éves koromban beosontam a Dracula visszatér című filmre. Hadvázoljam a látottakat. Főbb szerepekben a szülők, Péter és Moira, a gyerekek, Sophie és Jack. Első jelenet. Az iskolai kör évvégi előadása. Az előadóterem zsúfolásig megtelt szülőkkel, többnyire izgatott anyák és nagymamák ülnek a sorokban. A nézőtér közepén feltűnik egy 40 körüli férfi, Péter, aki foglalkozását tekintve nagyvállalatok fúziójára és árubeszerzésére szakosodott. Ambiciózus, sikeres és erélyes férfi, a tettek embere. Jobbján 11 éves fia Jack, mellette felesége mojra. A színpadon az 5 éves Sophie, aki nagy átéléssel alakítja Vendi szerepét a Pán Péter című darabban. Tipikus jelenet. Elragadtatott szülői sóhajok, a videókamerák zümmögése, könnyeiket törölgető nagyik, egyszer csak megszólal Péter mobiltelefonja. Üzlettársa Brett keresi sürgős üzleti ügyben. Péter a szájához emeli a telefont és belesuttogja, most nem tudok beszélni, a lányom iskolai előadásán vagyok. De Brad akkor sem hagyná magát lerázni, ha Péter történetesen arra hivatkozna, hogy éppen szívát hajtanak végre rajta. Végül Péter megígéri, holnap találkozunk. Ám ebben a pillanatban a fia fordul hozzá és figyelmezteti. De apa, holnap van a kosármeccsem. Megígérted, hogy ott leszel. Péter néhány másodpercig habozik, majd ezt csuttogja a telefonba. Csak egy rövid találkozó erejéig érek rá, Brad. A fiam meccsén kell szurkolnom holnap délután. Zsebre vágja mobiltelefonját, és biztatóan Jackre mosolyog fiam, ha megígértem, akkor ott is leszek. Péter be akarja tartani az ígéretét, de találkozója Breddel a tervezetnél hosszabbra nyúlik, ezért kicsúszik az időből. Snitt, a mérkőzés előtti pillanatok. Az aggódó anya egyre csak ezt ismételgeti, hol van már? Jack reménykedve a lelátót pásztázza. Fiatal fiú érkezik, Üdvözlöm, Mrs. Brennan! A férje üzeni, hogy egy kicsit késni fog. Engem küldött, hogy felvegyen videóra a játék elejét, amíg ő megérkezik. Melyik az ön fia? Snitt, a stadion környéke, egy órával később. Pétert látjuk, amint hangos fékcsikorgással megáll a parkolóban. A stadion üres és csöndes. Feleségét még a gyerekeiknél is jobban megviseli férje rohanó élettempója. Úgy érzi, legalább két felé kell szakadnia. Egyrészt látja, hogy gyermekei krónikus apa hiányban szenvednek, Másrészt tudja, hogy hamarosan eljön az idő, amikor férje teljes szívből sajnálni fogja az elmulasztott éveket. Amikor Péter végre hazaérkezik, felesége panasz áradattal fogadja. A gyerekeid szeretnek téged, és arra vágynak, hogy együtt lehessenek veled. Nehogy azt hit, hogy ez mindig így lesz. Nem sokára Jack már nem hív el a meccseire. A gyerekeink mindössze néhány röpke évig igénylik a társaságunkat. Aztán majd te fogsz könyörögni nekik, hogy egy kicsit rád figyeljenek. Olyan gyorsan múlik az idő, Péter, csak néhány év, és már is kirepülnek, akkor majd biztosan hiányozni fognak. A betartandó határidők, az elérendő célok és a kifizetendő számlák az élet természetes velejárói. Néha mégis elviselhetetlen nyomást gyakorolnak ránk. Sok apa túlórázni kényszerül csak azért, hogy megtarthassa a munkáját, míg mások a munkanélküliség okozta traumától szenvednek. Mindez igaz. Ám kiózanító tény, hogy élethelyzetünktől függetlenül a legtöbbünknek különleges képességünk van arra, hogy szükségtelen elfoglaltságokat találjunk magunknak. Teljesen mindegy, hogy milyen munkahelyi elvárásokhoz kell igazodnunk, vagy hogy egyáltalán van-e munkánk. Gyakran olyan tevékenységekkel zsúfoljuk tele életünket, amelyek a legfontosabb dolgoktól rabolják el az időnket. Ezzel az életformával nagy népszerűségre tehetünk szert az otthonunkon kívül. Sikeresek vagyunk szabadidős tevékenységeinkben. Megbecsülnek bennünket a munkahelyünkön, és barátaink szerint mi vagyunk a társaság középpontja és motorja. Mindez rendjén is volna, ha idővel nem kellene őszinte sajnálattal megállapítanunk, hogy szülői hivatásunk lehetőségeit sorra elmulasztottuk. A túlhajszolt életforma és munkastílus problémája nem csupán a férfiakat érinti. A nőkre ugyanilyen nyomás nehezedik. Mégis kétségtelen, hogy kultúráktól függetlenül világszerte az apai szerep válsága jellemzi korunkat. Ez a könyv az elfoglalt embereknek íródott. Végigolvasása körülbelül egy órát vesz igénybe. Minden fejezet végén úgynevezett 60 másodperces oldal foglalja össze az addig elmondottakat. A könyvben található egyetlen egy másodperces oldal. Ha valaki túl elfoglaltnak érzi magát ahhoz, hogy ennél többet elolvasson, csak fusson végig ezen az egyetlen oldalon. Akinek az egy másodperces oldal elolvasása is gondot jelent, sokkal nagyobb bajban van, mint gondolná. Alkalmanként találunk egy-egy cselekvési terv elnevezésű oldalt. Számos családapát megkértem, hogy sorolja fel, milyen közös tevékenységek segítették elő a gyermekeikkel való kapcsolatuk elmélyítését. Ezek közül néhány általánosan alkalmazható minden gyereknél, még mások csak meghatározott korcsoportoknál működnek. Ha felmerül bennünk a kérdés, mit tehetnék annak érdekében, hogy a dolgok jobban menjenek, lapozzuk fel ezeket az oldalakat. Azok a tanulságok, melyeket e könyvben megosztok önökkel, többnyire saját kudarcaimból származnak. Mindazonáltal hálás vagyok, hogy jó néhányat még időben megtanulhattam, mielőtt túl késő lett volna a családom szempontjából. Jól emlékszem, ahogy a munkából hazaérkezve a megterített asztal mellé telepettem. A feleségem már régen feladta a reményt, hogy a napnak ebben az órájában kommunikáljon velem, ám a gyermekeim kitartóan ostromoltak. Apa, szombaton játszom a foci csapatunk mérkőzésén! Susan ma is megcibálta a hajamat! Moroktam ugyan valamit válaszgyanán, de a gondolataim messze jártak. Valamelyik ügyfelem járt a fejemben, vagy az aznap esti tárgyaláson morfondíroztam magamban. Aztán menetrendszerűen megszólalt a telefon, és a fiam szolgálatkészen jelentette, Apa, téged keresnek. Én hirtelen felélénkültem, beszéd közben valósággal életre keltem, két apró gyermekem ilyenkor ámulva figyelt. Nem toporzékoltak, még csak nem is nyafogtak, pedig ezzel többet segítettek volna rajtam. De az üzenet, amit közvetítettem számukra egyértelmű és világos volt. Ez fontos neki, mintha kicserélték volna. Állandó küzdelmet jelent számomra, hogy változtassak ezen az életstíluson. Könyvem e küzdelem tanulságait összegzi. Bizonyára számos apa van a könyvolvasói között, aki szíve szerint sokkal több időt töltene gyermekeivel, ám a család felbomlása miatt erre nincs lehetősége. Tisztában vagyok azzal, hogy a könyvben kifejtett alapelvek nem alkalmazhatók minden élethelyzetben, de remélem, hogy minden olvasó talál benne a maga számára megszívlelendő gondolatokat, és bármennyi időt tud is a gyermekeivel tölteni, az a lehető leggyümölcsözőbb lesz mindannyiuk számára. Az apai szerep nem könnyű, és gyermekeink jövőjét sem tudjuk bebiztosítani. Abban azonban biztosak lehetünk, hogy egyszer az életünkre visszatekintve az lesz számunkra a legfontosabb kérdés, szülői szerepünket legjobb képességeink szerint betöltöttük-e. Ebben kíván segítséget nyújtani a könyvben szereplő tíz célkitűzés. Ezek mindegyike egy-egy hatékony eszköz a nevelésben, és mindegyik magában hordozza annak lehetőségét, hogy életünknek, és ezáltal gyermekeink életének is új és kedvezőbb irányt adjon. Hallgass tovább a könyvet a Voice hangos könyv alkalmazásban. A hangos könyveket megvásárolhatod önállóan is, vagy lehetőséged van előfizetni korlátlan hallgatásra. További részletekért kattints a videó alatti hivatkozásra. Voice.